Hegyes Zoltán már a május 1-én kedden a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület szervezésében megrendezett 26. Öbölkupa horgász versenyre készül. A versenyhorgász már hosszú évek óta űzi ezt a sportot, a tavalyi évben például a szintén városunkban megrendezett édesvízi sporthorgász világbajnokság emlékversenyén az 50 év alattiak kategóriájában abszolút győztesként bizonyított, mintegy 50 kilós zsákmányával. Szerintem, mint minden versenynél, így a horgászatnál is rendkívül fontos az edzés, hiszen amellett, hogy fejben is ott kell lenni, megfelelő fizikai kondíciót is kíván. Mindenféleképpen célszerű friss szerelékeket kötni a botokra, előkéket, horgokat lecserélni, mert azért a zsinór előrekszik egy idő után, a damil, amit használunk. És hát mindenképpen meg kell nézni a vízterületet, hogy milyen a vízmélység, és ahhoz igazítani a szerelést. Somfai Rudolf, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke az Öbölkupát illetően elmondta, fontos tudni, hogy nincs előzetes regisztrálás, ez a helyszínen történik majd május 1-én, kedden, reggel 6 óra 30 perctől. Maga a verseny pedig 9-től 12 óráig tart. Mindenki jelentkezhet, akinek van érvényes horgász igazolványa, állami horgászjegye. Gyerekek, hölgyek és felnőtt férfiak. Ez utóbbiaknak kell 500 forint nevezési díjat fizetni, az előbbieknek nem kell. A verseny végén 12 óraktól 13 óráig tart az értékelés, és a díjak kiosztása az a horgásztanyánkon lesz 13 órakor, majd ezt követi egy birka pörkölt minden versenyző részére, ezt az Egyesület adja ajándékba, a gyerekeknek pedig hát nagy valószínűséggel ízes palacsinta. Ezzel akarjuk demonstrálni az összetartozás erejét, azt, hogy a mi Egyesületünk az egy összetartó, hagyományőrző, és nagyon szeretnénk, hogyha szép napos időben minél többen jelentkeznének. Hát 100 horgász helyet fogunk kijelölni, versenyhelyet, ami ha betelik, akkor tovább nem tudunk már nevezést elfogadni, mert egyszerűen helyszűke van. A verseny népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy az ország minden tájáról érkeznek a megmérettetésre. Az elnök továbbá azt is elmondta, hogy a kupát megelőzően 10 más a piaci pontot telepítenek az Öbölbe. A verseny az Egyesület szponzorainak támogatásával jön létre.